Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét egy hosszabb videó, mégpedig a Fantasztikus 4 -esről. Kérlek, amennyiben tetszett a tartalom, egy feliratkozással támogasd a csatornát. Először is foglalkozzunk a híres szuperhős csapat filmes karrierjével. A megfilmesítési jogokat egy német producer Bird Einkinger vásárolta meg Stan 1989-ben. A megállapodás szerint 1993-ig el kellett készíteni egy fantasztikus négyes filmet, ellenkező esetben a jogok visszavándorolnak a Marvelhez. Bár léteztek vázlatok, egyik stúdió sem bólintott rá a tervre a várható magas költségvetés miatt. Végül a producer leszerződtette Roger Corment, hogy egy millió dollárból forgassa le a Fantasztikus Négyes filmet. Ugyan a promóciót elkezdték, de annyira rosszul sikerült a mozi, hogy mégsem mutatták be. De a szerződést teljesítette így a producer megtarthatta a megfilmesítési jogokat. A 2000-es évek elején, amikor hatalmas siker lett az X-Men és a Pókember, a stúdiók elkezdték felhajtani a képregény jogokat. Így tett a Fox is, akik felvették a kapcsolatot a hogy Fantasztikus Négyes filmet készítsenek. Ez lett a 2005-ben bemutatott Team Story által rendezett Fantasztikus négyes mozi. Ugyan nem kedvelte igazán a kritika, illetve a közönség sem, mégis több mint 300 millió dollárt hozott világszerte. Talán az a legnagyobb probléma a 2005-ös mozival, hogy mindenfajta kreativitást mellőz és erőteljes szitkon beütése van. Nyilván a siker miatt elkerülhetetlen volt a folytatás, így ugyanaz az alkotógárda elkészítette 2007-re a Fantasztikus 4-es és az Ezüst utazót. Sajnos az első rész hibáiból nem tanult a stúdió, így a folytatás körülbelül ugyanazt a szintet hozza, mint az első fejezet. Ugyan a bevételek nem voltak rosszak, azonban Amerikában megbukott a film. A Fox elégedetlen volt az eredménnyel, így a tervezett harmadik fejezetet lefújták. A stúdió érzékelte, hogy egyre jobban mennek a szuperhős filmek, ezért 2009-ben bejelentette, hogy új Fantasztikus négyes es mozit készít, mely reboot lesz. Mindeközben az idő is sürgette a stúdiót, ugyanis 2015-ig be kellett mutatniuk egy Fantasztikus négyes es filmet, ellenkező esetben elveszítik a jogokat. Ugyan jó pár forgatókönyvírók megbíztak, hogy dolgozzanak a skripten, de egyik sem tudott értékelhető eredménnyel előállni. Sőt, rendezőkkel is egyeztettek, de egyiknek sem tetszett igazán a projekt. Mindeközben a Fox bemutatott egy alacsony költségvetésű filmet, ami hatalmas siker lett az erő krónikáját. Nem sokkal később a Fox felkérte a mozi rendezőjét, Josh Tranket, hogy vállalja el a Fantasztikus négyes dirigálását, ő pedig rábólintott. Itt hozzá kell tenni, hogy az erő krónikája egy nagyon kreatív és ügyes mozi volt, így teljesen érthető a Fox döntése. A forgatókönyv első változatát Jeremy Slater, illetve Josh Trank írták. Ennek a változatnak csupán morzsáit láthatjuk az elkészült filmben. Például a scriptnek kb. az első fele az, ami az elkészült moziban látható. Az összes karakter háttere egy kicsit más volt és jobban kidolgozott. A negatív karakter egyértelműen Fátum doktor volt, de úgy, mint Galactus hírnöke. Mégis a legnagyobb különbség az elkészült filmhez képest, hogy ez a forgatókönyv elsősorban a sci elemekre koncentrált, illetve az átalakulásban rejlő horrorra. Azonban a Foxnak egyáltalán nem tetszett a forgatókönyv stílusa, és úgy vélték, hogy túl drága lenne megvalósítani. Majd úgy döntöttek, hogy behozzák a film mellé producernek Matthew Wont, illetve Simon Kimbergöt, akik előtte az X-Men-en dolgoztak. Kimberg elkezdte átdolgozni a forgatókönyvet Josh Trenkel. 2014-re elkészült a script és megkezdődhetett a casting. Josh Trank ismét összetűzésbe került a fox ugyanis nem egészen azokat a színészeket képzelt el a főszerepekre, akiket a stúdió. Kompromisszumos megoldás született, bizonyos szereplőket a rendező, másokat pedig a stúdió választott ki. Mindeközben Josh Trank akkora ígéretnek számított, hogy a Disney leszerződtette a következő Star Wars önálló film rendezőjének. A Fantasztikus négyes filmet az elejétől kezdve az internet népe utálta. Nagyon nem tetszett nekik a casting, és ami kiszivárgott a filmről, az sem győzte meg őket. Tény, hogy néhány kritikának volt alapja, ráadásul az sem segített, amikor két mara azt mondta egy interjúban, hogy nem olvasta a képregényt, ugyanis a rendező szerint nem annak a sztorián alapszik a film. Majd tovább korbácsolta az indulatokat, amikor 2015-ben megjelent a film első, igen furcsa előzetese, aminek erőteljes szifi beütése volt. Ezután kiszivárgott a sajtóba, hogy a Foxnak egyáltalán nem tetszik a mozi első változata, és utóforgatásokat rendeltek el. Majd megjelent a második előzetes, pont az nap, amikor Josh Tranknek egy Star Wars eseményen kellett volna részt vennie, de állítólagos betegsége miatt lemondta. Két héttel később azonban egyértelművé vált a helyzet, amikor a Disney bejelentette, hogy mégsem Josh Trank fogja rendezni a Boba Fett filmet. Mindeközben a sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy Josh Trankkel nagyon nehéz együtt dolgozni, és a producerek tartották egyben a Fantasztikus négyes filmet. A plegykáknak ezzel még nem volt vége, májusban kiderült, hogy még mindig nem fejezték be az utóforgatásokat, ráadásul ezek nagy részét Matthew Vaughn irányította. Ezeknek a plegykáknak a nagy részét Josh Trank, illetve a Fox is cáfolta. A Fox azzal próbálta csillapítani a kedélyeket, hogy annyira bíznak a filmben, hogy egy esetleges X-Men crossover is kilátásba helyeztek. Az igazi PR katasztrófa a megjelenés előtt robbant ki. A színészek számtalan olyan interjút adtak, melyből kiderült, hogy nem látták a film végső változatát, a Fox pedig letiltotta a kritikákat a megjelenés napjáig. Majd amikor megjelent a Fantasztikus 4 a szakadék csak tovább mélyült. Nem csak a kritikusok, a közönség is teljesen elutasító volt, mindenki utálta a mozit. Majd a Habatortán a rendezőt vitje volt, aki közölte, hogy egy évvel ezelőtt volt egy tökéletes filmje, de ezt már valószínűleg soha senki sem fogja látni. Természetesen azt nem tudjuk, hogy Josh Trank változata milyen volt, azonban néhány dolog kiderült. Az ő verziója legalább egy órával hosszabb volt, és három olyan akció tartalmazott, amiket a végső változat nem. A technikai problémák miatt elég jól megfigyeltő a Fantasztikus négyesben, hogy mely jelenetek utóforgatás eredményei. Ebből világosan látszik, hogy Trank eredeti változatát nem csak lerövidítették, hanem a maradék egy részét is újraforgatták. Azóta nagyon sok cikk jelent meg Josh Trank viselkedéséről a forgatás során, sőt egy tweetben saját magát is arrogánsnak nevezte. Valószínűleg a probléma az volt, hogy a rendező képtelen volt kezelni a folyamatos feszültséget a stúdióval. Azt nem hiszem, hogy valaha kiderülne, hogy mi történt pontosan. Az biztos, hogy a Fantasztikus négyes mozi anyagi és kritikai értelemben bukás volt. Így három próbálkozás után felmerül a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e jó fantasztikus négyes filmet készíteni, és mit kezd vele az MCU. Először is érdemes tudnunk, hogy maga a csapat a Marvel történetében fontos szereplő. Annak idején Stanley 1961-ben forradalmasította a szuperhős képregényeket azzal, hogy olyan hősöket vezetett be, melyek az idősebb generációt is érdeklik. Ennek a generációnak volt az első hírnöke az 1961. novemberében megjelenő Fantasztikus négyes. A csapattagjai veszekedtek, haragot tartottak, nem volt titkos az identitásuk, de mégis egy családot testesítettek meg. A képregény elképesztően népszerű lett, és a Marvelt is hatalmas magasságokba repítette. A kulcs egyértelműen az volt, hogy az eddigiekkel ellentétben Stanley nem csak a gyerekekre koncentrált, hanem az idősebb olvasókra is. Természetesen a siker után jött a folytatás 62 májusában Hulk, majd utána Thor és Pókember. Le kell szögezni, hogy Fantasztikus Négyes filmet készíteni egyáltalán nem egyszerű a csapat jellegéből fakadóan. Az a helyzet, hogy ha magukban nézzük a karaktereket, akkor bent leszámítva egyik sem túl érdekes. Viszont kiválóan működik a Fantasztikus Négyes, mint család és csapat. Pont erre a részre nem igazán koncentráltak az eddigi adaptációk. A következő probléma, hogy a filmek során a karaktereket rendszeresen leegyszerűsítik. Az első két Fantasztikus Négyes mozi egyértelműen biztonsági játékot játszott, és nem mertek kockáztatni. A 2015-ös mozi esetében sokkal nagyobb a probléma, ott egyértelműen látszik, hogy nem volt előre lefektetett koncepció. Tulajdonképpen még a félreértelmezés is jobb, mint amikor nem derül ki, hogy mi is volt a rendező pontos szándéka. De nyilván mindenképpen felmerül a kérdés, hogy akkor mi is kellene egy jó Fantasztikus Négyes filmhez. Nos, az az igazság, hogy készült már egy jó fantasztikus négyes adaptáció, az a címe, hogy Hihetetlen Család. A Pixar rajzfilmje tökéletesen bemutatja, hogy hogyan is kellene adaptálni a képregényt. Mindenesetre ez alapján nézzünk néhány sarkalatos pontot, hogy mi is kellene egy jó fantasztikus négyes mozihoz. Az első és talán a legfontosabb, hogy ugyan a csapat szuperhősökből áll, de valójában egy családot kellene ábrázolni. És nem is feltétlenül egy tökéleteset, hanem egy olyat, amivel azonosulni tud a néző. A következő lényeges elem, hogy hagyni kéne már végre az eredet sztorit. Eddig három filmet láthattunk, amiből kétszer végignéztük, hogyan is születik meg maga a csapat. Erre egyszerűen nincs szükség, és szerintem a nézők is már unják. Persze ez nem zárja ki, hogy egy adaptáció esetében néhány flashback jelenet bemutassa a múltat, de nem szabad erre koncentrálni. A következő pont, hogy hagyni kéne Fátum doktort. Tény, hogy Dr. Doom egyértelműen a Marvel univerzum egyik legfontosabb gonosztevője, de nem csak a Fantasztikus négyeshez kötődik. De ha mindenképpen a csapathoz szeretnénk kapcsolni, akkor is az első részben maximum bevezetném a karaktert. Így az esetleges folytatásban már valódi tétje lehet összecsapásuknak. A következő fontos dolog, hogy a Fantasztikus négyesnek mindenképpen jár egy nagy film. Ha megnézzük a füzeteket, a csapat hatalmas kalandokba vesz részt, melyek során találkoznak Galaktussal illetve az ezüst utazóval. A fantasztikus négyes képregényekben szinte mindennapi, hogy az egész világot mentik meg. Persze tudjuk, hogy az adaptáció esetében kalkulálni kell a költségvetéssel, de a Doctor Strange, illetve a galaxis őrzői megmutatja, hogy ezt meg lehet oldani okosan. Nem feltétlenül rengeteg pénzre van szükség, hanem inkább ötletekre. Egy következő felvetés, hogy a Fantasztikus négyes es nagyon erőteljesen kötődik a 60-as évekhez, ezért akár játszódhatna ekkor is az adaptáció. Persze nyilván így meg kell oldani az MCU-ba való becsatlakozás, de a képregényekben többször is megtörtént az időutazás. Végül még egy dolog, az első filmet leszámítva a mozik nem igazán koncentráltak Ben karakterére. Na most ez azért gond, mert hogyha a csapat tagjait nézzük, akkor talán ő a legnépszerűbb figura nem mellesleg az ő személyisége és múltja a legérdekesebb. Minden esetre most már biztosan kijelenthetjük, hogy a Disney dolgozik egy fantasztikus négyes filmen. Azt is tudjuk, hogy a mozi John Watts fogja rendezni, aki az eddigi két pókember filmet dirigálta. A rendező esetében érdemes megjegyezni, hogy nagyon jól bánik a karakterekkel és a színészekkel. Valószínűleg pont ezért esett rá a választás a Fantasztikus 4 -es esetében. Azt is meg kell említenünk, hogy az MCU-nak szüksége van a Fantasztikus 4 -esre. Egyrészt Reed átverti Tony Stark szerepét, hiszen kicsit hasonlóképpen funkcionál a képregényekben. Másrészt nagyon sok Marvel gonosztevő a Fantasztikus 4 köthető valamilyen formában. Azt szerintem egy teljesen reális elképzelés, hogy az MCU következő főgonosza Dr. Doom vagy Galactus lesz. Ezeket a karaktereket pedig be kell vezetni, és erre kiváló lehetőséget biztosít egy fantasztikus négyes film. Bár én továbbra is azt mondom, hogy Dr. Doom karakterét először be kellene vezetni, majd utána csapna össze vele a csapat. Ennyi gondolatom lett volna a Fantasztikus négyes múltjáról és jövőjéről, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. Like a videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!